Üdvözlök mindenkit! Én Rolix vagyok, és Hardcore sorozatunk 5. részében építünk. Az előző rész alatti kommentelők szinte teljes többsége azt mondta, hogy erre a helyre építsem a házam, úgyhogy én így is fogok tenni. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy hogyan is nézhetne ki a legjobban ez a ház, és végül egészen sok ötletem támadt, amiket ma próbálok a lehető legszebbre megvalósítani. Viszont ehhez a projekthez nagyon sok nyersanyag fog kelleni, amiket mindenképp megpróbálok a lehető legnagyobb mennyiségben megszerezni. Nekem a kedvenc fám a tölgyfa a játékban, de a környéken konkrétan ebből van a legkevesebb, ettől függetlenül farmolni fogom őket, és akkor meg tudom építeni velük a házat. Most pedig szépen lassan ültessük el a csemetéinket, viszont amit ott hirtelen megpillantottam, az egy teljes nyílt faerdő, ami hát nem a legszebb fa a játékban, de lehet, hogy belőlük is fogunk majd vágni egyet-kettőt. Végül is, amíg ez a sok csemete megnő, addig akár el is mehetünk arra felé. A ránézésre is nagy ez az erdő, egy biztos vannak tökök, és szép világok, és még nagyon, de nagyon, de nagyon-nagyon sok nyírfa. És eléggé veszélyes a környék, ugyanis illicsörök vannak itt bent az erdőben, akik hát elég komolyan szemeznek velem, viszont úgy gondolom, hogy őket majd később lenne érdemes bolygatni. Mérgező burgonya. A játék leghasznosabb dolga. Viszont azt hiszem, hogy ezt a portált át kell tennünk a leendő házunk helyére, ugyanis ezt a távot eddig ide a portálig futva tettem meg. Remélem, hogy megfelelő helyre visz majd minket. Nem is számítottam rá, de belevitt minket az eddigi meglévő gyors utazásunkba, ami azt jelenti, hogy 100 blokk megtételével eljutunk az új házunknak a helyére. Viszont nekünk most a legfontosabb dolog a favágás, szóval ezt kéne lassan megkezdeni most már. De most te mit csinálsz? Letett ide egy portált? Az előző helyére? Ember! Mi ez a logika? Visszatette a portált ide a kukutyimba. Az eredeti dzsungeles lakóhelyünktől építem meg ezt az újabb portálomat, ami remélhetőleg oda visz, ahova mi akarjuk, hogy vigyen. De végül is nem tévedtünk annyira sokat, csak úgy 500 blokkot a való világban. Viszont szerintem a portálunknak a helye az valahol úgy körülbelül itt lesz tökéletes. Please, please, please legyen jó! Ez az! Ide hozott minket a leendő házunk helyére. Konkrétan 2 órámba tellett, de végül működik a portálos, gyorsutazásos rendszerű. És nem szeretném, hogy ez azonnal egy gáz tönkre is tegye. És végre, valahára elkezdhetjük építeni a házunkat. Ekkor első lépésben kivágtam az eddig megnőtt fákat, amiknek azért bevallom, elég kevés volt a száma. Utána egy kicsit szenvedtem az állatokkal, nagy nehezen bekerítettem őket karánokba. Szerencsémre ezen a környéken is jelen volt az összes állatfajta, szóval nem is kell majd az előző részben mutatott Noé bárkája, ami 1 kilométerrel lenne mindig távolabb. Hát, lesz mit farmolni. Ezután kivágtam még egyszer a teljes erdőt, aminek többször 64 fa megszerzése köszönhető. Szerinted az én házamhoz 1 órányi favágás elegendő? Lehet igen, lehet nem, tippeld meg kommentbe, de én már az építkezést kezdem. Egy melléképület készítése volt az első projektem, amiben az állatfarmok helyezkednek majd el. Először felhúztam a cölöpöket, aztán egy kupolavázát építettem meg. Rendkívül sok javítgatás és kerekítés után, végül 1 óra elteltével elnyerte végső formáját. Ekkor a farm alatti terepet készítettem el, ahová a létező legegyszerűbb farmot terveztem. Vut! És jött az állatok becsalogatása végső helyükre, amiközben annyit és úgy szenvedtem, el se tudom mondani mennyit és mennyire. Csak ez a folyamat volt 1/2 óra, és a ház még mindig szinte sehol sem tart. Most már tudunk farmolni. Romantikus vacsora. Ekkor elmentem a sivatagba homokot szedni, és egy öngyilkos nyúl ugrott a lábam elé. Na de, érkezett az épületek közti összekötés. Érdekesnek tartottam egy olyan folyósó készítését, melyből a kilátás a tájra gyönyörű szép. Miután ezzel megvoltam, az üvegezés maradt hátra,
ami már nem bizonyult annyira nehéz munkának. Ezután még jött pár lépcső és lap, ezekkel a külseje már meg is volt a kupolának. Még a ház fele sincs kész, de már elfogyott a fa. Na, hát ez megadta az okot arra, hogy megint több száz fát kivágjak, a végére már szinte fájt az ujjam. Az eredmény viszont több a soknál, következett végre a főház. A cölöpök letételekor egy minél izgalmasabb forma volt a cél, melynek befejezésekor egy eléggé bonyolult feladat állt elém. Megtörtént a földszint síkba hozása, a padló és a tető felállítása, de ez még mind semmi ahhoz képest, amilyen tervezést az emelet igényelt. De ekkor természetesen... Hát ezt nem hiszem el. Már megint elfogyott. Szóval, nem elég soha a fából, megint indult a kivágásuk, ami már tényleg iszonyat fárasztó. Ott készül a házam. Látjátok? Hogy tetszik? Hagyjatok már fát vágni! Ami talán megnyugtatott, hogy már körülbelül a felénél járok, mivel az emelet elkészítése nem is okozott akkora gondot. Már láthatóvá vált a ház kezdetleges összképe, ami a végső kihívás után a tetővel csak jobb lehet. De nem véletlen a kihívás szót használtam, ugyanis ennél nehezebb feladattal még nem találkoztam. Az eredmény nagyon sok tervezés, változtatás, munka után vált láthatóvá, amihez végrehajtottam millió lap és lépcső pakolását. Nagyjából egy óra után mondhattam rá, hogy valóban elnyerte közel végső formáját. Ezután jött egy kevés ablakozás, a házon belül és a farm alatt egyaránt, majd utána kívül egy felettébb érdekes meló, ami egy ilyen magas háznál piszkosul fontos. Egy gigantikus lépcső megvalósítása, amihez szükséges a hegy hozzáigazítása. Igen, ez is egy elég macerás és hosszadalmas dolog, de végül egy teljesen jól kinéző feljárót kapunk. Viszont körülbelül 10 óra favágás és építkezés után eljött az ideje, hogy berendezzük a házat. Pontosabban, hogy az előző lakhelyről eljuttassuk ide a cuccokat. Költözés van, emberek. Ami mozgatható, azt én viszem. Hát ez jó lassú lesz. Második kör. Harmadik kör. És akkor végre valahára a negyedik kör. Hát akkor most ezt az enyhén sok cuccot kéne szortírozni, hát pár ládába. Ennél azért jóval többe. Most, hogy ezzel meg is volnánk, ideje berendezni lassan a há... Hello? Ez a ház, ez biztonsági érzetet ad, de azért a kemencéget valahova ide lehelyezem. Illetve rájuk az üllőt. Azt várod, hogy beengedjelek, mi? Hát az én házamba ugyan nem jössz be. Azt pártolom, hogyha egy házban minél több helyen van crafting table, szóval le is teszek egy párat. Már megint itt vagy? Ez az én házam. Ja, egyébként belülről még be sem mutattam. Szóval itt lesz majd valahol az ágyam, valószínűleg ennek majd építek egy nagyobb körítést, illetve itt lesznek a ládáim, valamint a másik épületben, amivel összekötöttem a nagy házat. Hát itt van ez a bizonyos farm, ami már a házam építése óta egyszerűen tökéletesen üzemel, és alul össze lehet gyűjteni minden egyes dolgot, amit majd dobnak nekem. Ahogy visszajövünk a házba, akkor ott látszódik ugyebár a kemencés sarok, illetve itt fogunk encsántolni, hogyha majd lesz hozzá asztalunk, illetve ha följövünk az emeletre, akkor láthatjuk, hogy itt még eléggé üres a tér, de ettől még van egy kis erkély, innen gyönyörű szép a kilátás, illetve a másik sarokban pedig egy ilyen üveges panoráma kilátó található, ahol hiányzik még két üveg. Most már viszont nem. Igazából a házunk alapja az ennyi is lenne, egyáltalán nem mondom azt, hogy már készen van, hiszen még egészen sok részlet hiányzik, viszont mindenképp várom kommentbe, hogy hogyan lehetne berendezni ezt az építményt, és te mit javasolsz, hogy pontosan hova helyezzem el benne a dolgokat. Szóval ez a rész ennyi is lett volna, és mivel ezzel tényleg nagyon sokat dolgoztam, ezért ha tetszett a videó, és tetszik a házam, akkor most azonnal dobj egy lájkot, mivel én elkapom, illetve iratkozz fel, hogy a következő részekről sem maradj le. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb, sziasztok!